Talajtakaró rózsa metszésénél, a tavaszi metszésénél, csak úgy, mint az összes többi rózsánál, a legfontosabb az, hogy merjük egyáltalán visszavágni. A legtöbb kertbarát egész egyszerűen nem mer hozzányúlni a rózsájához. Itt, amit látunk, az gyakorlatilag egy másfél évvel ezelőtt egy őszi telepítésből felnevelt, gyönyörű szép talajtakaró rózsa, és hát látjuk, hogy most már azért valahol mondjuk egy ilyen 40-50 centis magasságig is megnőtt, és hát igazából kezdünk szétesni maga a lombozata. És ilyenkor, február végén, március elején, amikor a rózsák metszésének az ideje van, akkor nagyon fontos, hogy ezt alaposan visszaálljuk. Hát nézzük meg, hogy hogyan kell ezt tennünk. A legfontosabb az az, hogy mindig teljesen tiszta metszőolóval dolgozzunk, és hogyha előtte valamely más növényt vágtunk, mondjuk például egy beteg növényt, akkor feltétlenül le kell fertőtlenítenünk a metszőolónkat. No, hát akkor, amikor a rózsát metszünk, akkor nagyon sokan így nekiállnak, és így mondjuk így az ágak végén így elkezdik kicsit megcsípegetni. Nos, hát a legfontosabb az, hogy radikálisan kell metszeni. Ez azt jelenti, hogy benyúlunk a közepébe, és mondjuk a vastagabb ágaknál elszámolunk azt mondja, hogy egy-kettő rügyig. Tehát ilyenkor már nagyon jól lehet látni, hogy hol indulnak meg a rügyek, és a rügyeket a rügyek fölött mondjuk elhagyunk egy fél centimétert vagy centimétert, és a rügyekkel ellentétes oldalon egy nagyon szép és egyenes, roncsolásmentes metszlapot alakítunk ki. És akkor így gyakorlatilag mindenhol egy-két rügyet leszámolva tovább tudunk haladni. Sokan félnek a rózsától, pedig hogyha most megnézzük és mérjük az időt, akkor azt látjuk, hogy ezt a gyönyörű talajtakaró rózsát én körülbelül mondjuk egy 2 perc alatt metszettem meg, és hát jól látni azt, hogy egy rózsánál a legnagyobb és legfontosabb gondozási tevékenység a vegetációs időszak elején az maga a metszés. Gyakorlatilag ezt ilyen hamar el lehet végezni, cserébe fantasztikusan szép tömött, zömök rózsabokrot fogunk kapni, legyen szó talajtakaró rózsáról, vagy bármilyen más rózsáról. Nos, hogyha most látjuk, hogy mennyire lett visszavágva ez a kis talajtakaró rózsa, és látjuk, hiszen itt van még mellette a társa, amelyet nem vágtam vissza, akkor jól látjuk a kettő közötti különbséget, hogy milyen radikálisan vissza kell metszeni a rózsát. Úgyhogy mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy számoljon le két rügyet, és a rüggyel ellentétes oldalon egy ferde metszlapot kialakítva, ennyire radikálisan vágja vissza kora tavasszal a rózsáját. Mindenkinek sok sikert kívánok!